Ötödik fejezet. A Marosvásárhelyi telekitékában volt egy kicsike kézirásos följegyzés, amit annak idején a gyekei kálvinista lelkipásztor hagyott volt maga után az úrnak 1608. esztendejében. A lottollal papírra vetett szarkalábas és már-már alig olvasható iratcsomót zöld zsinórral kötözte volt egybe valaki, és ráírta nagybetűkkel a vastagabb papírból készült fedőlapra, becslés szerint valami jó 100 esztendővel későbben, figyelmet érdemlő, Kolontai nézzen utána. Hogy ki volt az a Kolontai, aki utána kellett nézzen annak, amiről a kéziratban szó esett, azt nem tudhatjuk, mint ahogy azt sem tudjuk, hogy elvégezte-e az utánnézés dolgát. De annyi bizonyos, hogy aki veszi magának a türelmet és fáradtságot, hogy lejön egy délutánra a téka egyik olvasóasztalához, és megpróbálja kibetűzni a fakult írást, az különös dolgot tud meg a mezőségi gyekekösség történelméből. Először is kitűnik, hogy Gyeke az 1600-as években egy templomos, színmagyar falu volt, mégpedig kálvinista hitű. A papot Bokor Andrásnak nevezték, aki már idősebb ember lehetett, mert írásában többször is említést tesz arról, hogy a Veselényi dombra fölmennie sajgó térdei miatt már nehezére esett. Bokor András tiszteletes úr följegyzései azzal kezdődnek, hogy itt járt újra múlt öste a ma furcsa beszédű ember, kinek tudtára adta volt az úr legalábbis őkelme, azt hírezteli, hogy kis idő múltával császári hadak dúlják meg az országot, tüzet vetnek a falvakra, és lemészárolnak embert, asszonyt, gyermeket. A följegyzés alá odabigyeztette a dátumot is. Az úrnak 1603. esztendejében írtam ezt, zabvetés idején. Az írás nagy része annyira elmosódott már, hogy annak szóról-szóra való kiböngészése szinte lehetetlen, de aki győzi türelemmel, az a következő eseményekre következtethet abból, amit olvasni sikerül. 1603 tavaszán, zabvetés idején, tehát alig, hanem április derekán, idegen ember érkezett a faluba, fölkereste a papot, és tudtára adta, hogy hamarosan nagy veszedelem zúdul a falura, amire jó lesz idejében fölkészülni. Ez a fölkészülés abból állt volna, hogy menekítsen fel a falu népe asszony gyereket, jószágot, mindent a földvári hegybe, mihelyt megveresedik puszta kamarás felé az ég alja. Ez a furcsa beszédű ember komoly hatással lehetett a papra, mert a följegyzés szerint háromszor is megmászta a dombot, hogy Veselényi nemzetes úr tanácsát kérje. A nemzetes úr azonban úgy tűnik, mint három alkalommal tréfára vette a furcsa beszédű ember ijeszgetését, és azzal nyugtatta meg a papot, hogy a császárnak alig ha lehet oka arra, hogy akár jobbágyat, akár gazdálkodó parasztnépet ölessen, tudván azt, hogy a parlagon maradt föld se gabonát nem terem, se vágom marhát sem nevel a hadak részére, kik a törökkel vesződnek. A történelemből tudjuk, hogy 1603 tavaszán Básta hadai végigdulták a mezőséget, és csak az maradt életben, aki idejében elrejtőzött a mocsárban vagy az erdőben. Azt is tudjuk, hogy a zsoldos sereg földig égette Bád, Sármás, Pusztakamarás katona Gyeke, Vasasszent Gotthár, Cege és Szent Iván községeket, míg Melegföldvár, Búza, Feketelak és Kisfújon elrejtve az erdők dombok között megmenekedett a veszedelemtől. Aki tehát arra igyekezett rábeszélni a gyekei papot, hogy menekítsen épét a földvári erdőbe, tudta, mit beszél.
tudását pedig csak egyetlen forrásból szerezhette volt, magától az Úristentől. Mert hiszen még maga Básta, a sereg fővezére se tudhatta előre, hogy magyar írtásra rendelt hadai mely falvakra törnek rá, és melyekre nem. A följegyzés utolsó 8 oldala a legérdekesebb. Ez a 8 oldal kevésbé elmosódott, mint a többi. A papíros is más, és a toll sem ugyanaz. Úgy tűnik, mintha Bokor András tiszteletes úr ezt a 8 oldalt egy későbbi időben írta volna. Így kezdődik ez a rész. Az Úristen haragja, lámbiza reánk zúdula azon a napon. Ember, asszony, gyerek, mind oda pusztula, és tűz emészté fel a falu minden házát, az úr házát is, meg Veselényi nemzetes úr udvarházát is odafönt, kit magába vérébe fagyva hagyának ott az udvar közepén a gonoszok. Ami azonban kevesünkkel megtörtént, az úrnak akkora csodája, hogy azt csak remegve és alázatos lélekkel merem papírosra vetni. Kezdem azzal, hogy amikor lent a tómentiben föltűnt az idegen lovasok nagy tömege, és mi azt se tudtuk, mit évők legyünk, csak oda csöppent elében valahonnan a parókia udvarára az a furcsa beszédű ember, és rám kiállt a mondván, Isten papja, ne töltsd az idődet haszontalanul, Bése szaladj többi a házadba, hol miután. Így, ahogy vagy, és azokkal, akik itt vannak veled, igyekezz alá sebesen a nagy füzesbe, annak is a túlsó végébe, és ott bújj meg, míg el nem távozik a veszedelem, meg se moccanj, szót se ejts, bármi is történjék, érted? No, eredj! Még ilyettemben is megkérdezem, hogy vihetünk-e magunkkal valami ennivalót, de csak rámordított türelmetlenül, enni jobb-e, vagy életben maradni? Ha megfogadtad volna a szót idejében, az egész falu népe megmentődhetett volna. Most csak az, aki nem rest a futásra, erígy. Ezt már haragosan kiáltotta felém az ember, és én mentem is asszonyommal. Mögöttünk szipogva és nyöszörögve a rémült cseléd, meg az öreg Andorás ki a jószágra ügyelt. Ahogy mentünk, alá a parókia dombjáról keresztül a falu csücskén, le a patak hídjáig és a hídon át a vizes rét mentén, a nagy füzesnek, jöttek megettünk mások is, emberek, asszonyok, gyermekek, és akik jöttek, azok velünk együtt meg is maradának. Bár az élennyargaló császári zsoldosok meglátták ám, amint bevétettük magunkat a füzesbe, és nagy ordítozással utánunk eredtek. A füzesben azonban az úr különös kegyelme folytán egyetlen egy se tette bé a lábát. Ahogy ezt írom itt légemben, sógorom kuriájában, magam se tudom, mik éppen történt, pedig azóta néhány hét is eltelt, és volt időm törni rajta a fejemet. Csak annyit tudok ma is, hogy hasaltongott a nyírkos földön fák sűrűjében a sáté között, és hallottuk emberek ordítását, asszonyok sikoltását. Utána pedig 2 teljes napig égett a falu, vastag volt a keserű füst, késsel lehetett vágni. A második nap éjszakáján aztán csöndes volt minden, csak a füst szaga nyomta a levegőt, és néhány kovasz vonyított itt meg amott a messzi dombokon. Reggelre virradva, ügyelve előbújtunk, magunk nyomát követve visszafelé a füzes végéig. Mikor kinézhettünk a szélső fák alól, a falu helyén egyéb se volt, csak üszkös füstölgő rom, a patak hídjától fel az udvarház dombjáig. De köztünk és a falu hídja közt, ahol a rétet tudtuk az előtt, tó volt, posványos tó, amiben elsüllyedt a láb. Kászani Pista bele is ment, hogy ő majd átgázol rajta, de alig győztük fűzfarud végével kihúzni belőle a szerencsétlent.
Mély volt az a láb, halálosan mély. Áldott legyen az Úr neve, kinek útjai kiszámíthatatlanok. A papírlap alján más színű tintával, mintha valaki hónapokkal, vagy éppen évekkel későbben bigyeztette volna oda, ez állt még. Kitudódott, hogy mihelyt az új mocsár kiszárada, hogy több mint 40 lovas katona oda veszett a lábba, akik alig, ha nem utánunk igyekezének. A nagy szárasság idején a lovak és az emberek csontvázát, meg halomra való rozsdás fegyvert ástak elő az iszabból azok, akiknek kegyelmezett az Úr. Gyeke alatt az új mocsárban ma is ásnak ki a szárasság idején rozsdás sarkantyút, nehéz zabolát, kengyelvasat a kincskeresők. Volt olyan is, ki ezüstpénzt talált, régi pénzt, ami szívesen vásárolnak meg a városi urak, pedig a boltban még csak egy korty pálinkát sem adnak érte. 6. fejezet. Alig 56 esztendővel Bokor András kálvinista lelkipásztor csodálatos megmenekedése után odébb Mohai völgyében történt újra valamiféle különös dolog. Cservágó Péter, Mohai Kurta nemes diákfia, ifjabbik Péter tette volt az írásba az esetet, a kolozsvári református kollégium Farkas utcabeli konviktusában 1659 őszén. Az írás bekerült az iskola levéltárába, mivel Péter diák díjat nyert vele, egy ezüst forintot. Tekintetes kiénfalvi kién András úr jó voltából, ki írástudományi munkásságra kívánta serkenteni a kollégium diákjait. Az első díjat, 2 forintot, egy Sólyom András nevezetű legény nyerte volt, második Rákóczi György nagyságos fejedelem hadi erényei dicsőítő versével, és így ifjabb Cservágó Péternek csak a második díj jutott. Voltak ugyan többen, kik azt vélték, hogy a hazugsággal telt írásmunka még az 1 forintot sem érdemelte meg. A történet azonban, amit Péter diák papírra vetett, valamiképpen megnyerte Kijén uram tetszését, és így minden formabeli gyöngeségének ellenére is megmaradt az utókor számára, gondosan elraktározva sok ezer papíros között. Nos, a történet szerint egy Naszót felől aláereszkedő tatárcsapat, miután megdulta a Sajó völgyét és a Szamos völgy egy részét, a Désen gyülekező nemesi bandériumokat ravaszul megkerülve átvágott a Dombogon keresztül a Mezőség felé, és egyenest Mohajra zudult volna alá, ha valami meg nem állította volna. Ez a valami tűz volt. Egymagában ez még nem lett volna elegendő ahhoz, hogy különössé tegye ifjabb Cservágó Péter történetét, mert erdőtűz, mezőtűz szárosság idején bizony gyakorta megesett. Ez a tűz azonban 2 napi esőzés után lobbant föl nagy hirtelen, egy vízmosásos legelőn, annak is teljes hosszában, a Mohai temetőkert sarkától le a kicsi tóig, magasra csapó lánggal, már pedig néhány ázott kökénybokron kívül semmi egyéb égnivaló nem volt azon a legelőn. Augusztus eleje lévén a falu birkái lerágtak már ott minden szál füvet, és alig egy hetet telt, hogy föl kellett hajtani róla a nyájat az erdő tisztásaira. Nos, Péter diák írása azon a reggelen valamivel napkelte után lovas legény érkezett nyargalva, ördöngös füzes felől és hangos kiabálással verte fel a falut. Fusson mindenki! Ordította izzadt lováról a legény. Tatárok jönnek a gerinc mentén, 100-nál is többen vannak. Vas László úr hadai terelik őket Dés felől, és haragosak, mint a darás. Fusson, aki tud! Összefutott erre a falu népe. Erre menjenek, hova? Föl az erdőbe. Meglássák őket a gerincről menekülés közben.
Hagyjanak ott otthont, jószágot, mindent, vételenül? Jó Isten, hát mi legyen? Bízzatok az Úrban, szólalt meg egyszerre a templom előtt a papjuk, s hangja úgy zúgott tova a falu utcáján, akár az orgona szó. Vallotta írás művében ifjabb Cservágó Péter, ki ő maga is ott volt apjával és házasember bátyjával a tanakodók között. Magas, csontos öregember volt a mohai pap, szép szálember. De az idegen, aki ott állt mellette, még szálasabb volt, még öregebbnek látszott. Testvérbátyja lehetett volna a papnak, annyira hasonlított rá. De nem papi gúnyát viselt, harisnyás, hegyi parasztnak látszott. Akik az Úrban bíznak és őrjel figyelnek, azoknak minden javukra válik, hirdette meg az idegen is, és hangja éppen úgy zengett végig a falun, mint a papé. Az emberek elhallgattak, nézték a papjukat, és a mellett álló idegen embert, aki akár testvérbátyja lehetett volna a papnak, és csak álltak ott tanácstalanul, amikor egyszerre csak elrikantotta magát lován a füzesi legény, és fölmutatott a gerinc felé. Ott jönnek már nicsak. Azzal megfordította a lovát, sarkot adott neki, és elnyargalt vissza a füzesi völgy felé. A megrendült népek meg ott álltak az utcán, és bámultak föl a legelő gerincére. Bizony ott voltak már a tatárlovasok, és ereszkedtek alá a domboldalon, akár a hangya. Egyenest a falunak. Jaj, nekünk! Sikoltott el magát egy asszony. Hol a gyermekem? Gyere ide, Jancsika, Juliska, te is! Valaki elordította magát. Fegyverbe, emberek! Ragadjon baltát, kaszát, ki, amit tud! Lódultak már a lábak, amikor a pap mellett álló idegen ember hangja megállította őket. Baltával akarjátok megvédelmezni asszonyaitokat, gyermekeiteket, fegyveres tatárok ellenti bolondok? Dörönt rájuk. Egyetlen védelmetek az Úr. Szálljatok magatokba, bánjátok meg bűneiteket, tisztítsátok meg a szíveteket imádsággal, és az Úr nem hagyja el azt, aki ő benne bízik. Álljatok csöndben, fordítsátok lelketeket az Úr felé, dicsérjetek az Úr hatalmát, és lássátok szemetekkel az ő megváltó erejét. Csönd volt a szavai után. Emberek, asszonyok, gyermekek álltak az utcán, mintha mozdulatlanná bénította volna őket az idegen ember hangja. A pap mély zengő hangon belekezdett a zsoltárba. Az Úr én nekem őriző pásztorom. Pillanat se telt el, és vele énekelt az egész falu. Zengve szállt a zsoltár szavatova a völgyön, és a meleg napfényben látni lehetett odatúl a tatárokat, ahogy lassan alá ereszkedtek lovaikkal a veredek legelő oldalon. Sokan voltak. A zsoltár éneklők már a harmadik versnél tartottak, amikor a lovasok éle leért a legerő aljába, alig kőhajításnyira a kertektől. Akkor egyszer csak a pap mellett magasodó idegen ember fölemelte két kezét az ég felé, és hangja ketté vágta a zsoltár éneket. Nézzétek hát, emberek, az Úr szabadítását! Boldogok azok, akik szeretik az Urat, dicsőség az Úrnak, dicsőség! Utolsó szavai még ott zúgtak az emberek fülében, amikor egyszerre csak lángra lobbant odafönt az egész legelő. Tűz csapott föl, mintha csak szalmát gyújtott volna meg valaki a legelő hosszában. Horkantak a tatár lovak, ágaskodtak. A láng belekapott a sörényükbe. Pillanat alatt megfordult az egész tatárcsapat, és nyargalt visszafelé, mintha szemét vették volna föl a meredek oldalon, neki a gerincnek. A tűz megszaladt a nyomukban, mintha nem eső verte agyag,
de száraszt harasztéget volna megettük. Amikor később a falubeliek közül néhányan előmereszkedtek, hogy megtekintsék a tűzhelyét, nem leltek ott semmit, még csak egy szemernyi kormot sem. Oda lett az idegen is még aznap. És amikor vasárnap templom után idős Cservágó Péter ott az emberek előtt megkérdezte a papot, hogy testvérbátyja volt-e az idegen, az rábólintott. Még gyermekkorában szegődött el Bojtárnak a hegybe, Tova Parajt fölött, felelt lassú szóval. Aztán, amikor nem tért meg az őszön, azt véltük, medve vagy farkas végzett vele. Ilyesmit hitettek el apámmal a pásztorok is. Csak évek múltán derült ki, hogy a tudó ember vitt el magával. Ő nevelte, és aztán esztendők múltával rehán hagyta a titkos hagyatékot, ami még Krisztus Urunk első magyar tanítványától maradt vissza. A szent tanítást, amit immár mindenki elfeledett régen, így bizony. Az Úr küldte volt ide szabadítással, és már mennie kellett mások mentésére. Szép és szent mesterség az Úr hagyatékának hordozása, de nagy súlyt visel a vállán az, kit Isten kijelöl erre. Úgy szól az egyforintos történet, és írója, ifjabb Cservágó Péter még hozzátette a végére, alig hanem a történelmi hitelesség céljából, hogy a Mohaj felett megfutamodott tatárok másnap reggel beleszaladtak Kudunál a csicsói várnagy Vas László uram csákányosaiba, és hírmondónak való sem marad a belőlük. 7. fejezet. Azt a Péter diák írásában említett, magos, csontos, orgonahangú, titoktudó embert a mohai tűz után még kétszer látták a mezőségen. Elsőnek 52 esztendővel későbben légen alatt, ahol ketté ágazik a völgy. De hát akkor már vén volt erősen, hosszú fehér haja válig csüngött, és bozontos fehér szakálládal alig lehetett látni az arcát. Hosszú pásztorbotra támaszkodott, nem volt egymagában. Széles válló, széles melű zömök magyar állt mellette, átalvetővel a vállán, hosszú nyelű baltával a kezében. Az úrnak 1711. gyászos esztendejét írták volt akkor. A nagyságos fejedelem szabadságért harcoló hadai letették a fegyvert az osztrák zsoldosok előtt, s a császár bosszúja országszerte vérpadot és bilincset hozott a magyarnak. Magyarok elkobzott földjét császárik egy osztogatta idegen árulók között. Ekkor történt, hogy a légeni szabók, borsosok, szendrők, vágók és szekeresek földjeit a nemrégiben betelepített ombozvölgyi oláhoknak ígérte a császár embere, ha gondoskodnak arról, hogy életben közülük egyetlen egy sem maradjon. Felbuzdulva ezen és pópájuk áldásától felbátorodva, egy sötét őszi éjszakán átjöttek az oláhok a hegyen, és rávetették magukat légendre. Kegyetlen mészárlást végeztek ott. A férfiakat karóba húzták, baltával lefejezték, az asszonynépet halálra kínozták, és még a gyermekeknek se kegyelmeztek. Mire megvirradt, egyetlen véráztatta síralomvölgy volt az egész falu. Részeg olajok dőzsöltek mindenütt. Megkínzott magyar hajadonok sikoltozásai közepette. Minden magyar férfi ember aktól a csecsemőig halott volt már. Kivéve egy. A légeni Szabó András legkisebbik fia, a 12 éves Ferkó. A nagy felfordulásban sikerült két kis húgával együtt, a 10 éves Ágneskével és a 8 éves Zsuzsikával megbújnia a szalmakazalban.
És amikor pirkadni kezdett, olyannyira, hogy már látni lehetett a szürkületben, Ferkó óvatosan elébújt, szétnézett, aztán kézenfogva előhúzta a szalmából húgocskáit, és megindult velük óvatosan a kerítések mentén lopódva Mócs felé, ahol az apjuk öccse élt. Részeg oláhok kurjongattak, dorbézoltak a magyarok házaiban, faluszerte. Már-már majdnem eljutottak a Füzesig, amikor a falu utolsó házából, ahol Szekeres Gábor is lakozott a családjával, kitántorgott egy tűzős olá, és megpillantotta a gyermekeket, ahogy azok a kerítés mentén igyekeztek a Füzes felé. Nicsak, kurjantott el magát a részeg alá, itt lapul még két kis szuka, meg egy konkölyök. Gyertek, frágyék, berezzük ki ezeket is. Kajabálására többen is előbújtak a házból, és üzőbe vették a három gyermeket. Mire elérték a Füzest, már több mint 20 olá volt ott a nyomukban. Megbújva a sűrűben nyertek ugyan egy kevéske időt, de hamarosan ott is beléjük botlott egy részeg vankúj, és csak részegsége miatt nem estek a kezébe. Ferkó nekiugrott a részeg embernek, és bedőtött a bokorba. Aztán futni kezdtek a kis patak mentén ki a Füzesből, ki a rétre, hogy elérjék a Mócs felé emelkedő dombot. Azon a helyen, ahol a völgy ketté ágazik, nem volt még tó akkoriban, csak két patak jött össze, egy vizes, sát és mocsaras rét közepén. A patakon kellett átkelniük, hogy eljussanak a dombig, de bizony az őszi esőktől megáradt a rét is, a patak is, és időbe került, míg Ferkó át tudta segíteni kis húgait a vízen. Akkora már az üldözők is ott voltak közel. A két nyulacskát zsákba tesszük, és úgy visszük haza, rikoltozták a részek alához. A kutyakölyköt kibelezzük itt helyben. Kerülj elejükbe, Tódor, vágd el utyokat a domb felé, Nyikuláj. Valami 200 lépésnyire a pataktól vén odvas fűsz vált egymagában a domb lábánál. A vén fűszfa mellől két ember figyelte a gyermekek menekülését. Az egyik magos volt, csontos és öreg. A másik fiatal, alacsony, széles válló. Ferkó ott állt már a mélyvízű, sebes sodró pataknál térdig a vízben, és kétségbe esetten igyekezett kitalálni, hogy miként vihetni át a két húgát, amikor a fűzfa mellől oda kiáltott hozzá az öregebbik. Fogd kézen a húgaidat, gyerek! Aztán csak huny be a szemedet, és ugorj egy nagyot. Kétségbeesésében nem tudott egyebet kitalálni, és az üldözők már ott gázolták a vizet mögöttük, így hát Ferkó csak megmarkolta egyik kezével az egyik húgát, másikkal a másikat, behunyta a szemét, s ahogy az öreg rendelte, ugrott egy nagyot. Mintha csak egy láthatatlan erő megragadta volna mindhármukat, valósággal átröpültek a megáradt patak fölött. Alig érzett száraz földet a lába alatt. Ferkó felnyitotta a szemét ámultan. Ide hozzám, intett fejével az öregember a vén fűzfa tövéből. Szorosan fogva két kis húga kezét, vonszolta őket Ferkó a domb felé. Hallotta maga megett az üldözők részegordítozását, futó lábok alatt a víz csobogását, aztán egyszerre csönd lett. Mély csönd. És amikor lihegve hátra nézett, nem látta az üldözőket sehol. Csak egy nagy, rettenetes víztölcsét látott maga megett, pontosan azon a helyen, ahol olyan különös módon átugrotta volt a patakot. Mintha csak a patak feneke beszakadt volna, úgy nyelt el az a rettenetes víztölcsér mindent, a rét sátéját és a bokrokat, a patak menti fűszvágat, mindent. Alig, hanem az üldözőket is. A sötét, haragos víztölcsér pedig nőtt,
szélesedett, valóságos tóvá változott az elámult gyermekek szeme láttára. Így keletkezett a Légeni tó. Aki megkeresi ott, a két völgy találkozójánál nyomban megérzi, nem egyszerű tó ez. Korán sem olyan, mint a mezőség többi sekélyvízű, barátságos tavai. Különös tó, barátságtalan, sötét, és mély a vize, és akik ott halásznak, azt állítják, hogy vannak helyek, ahol ha patkót köt az ember a zsineg végére, s alá ereszti, nem lel feneket a patkóvasa. Ha pedig olyan ember merészkedik a vizére, akinek lelkét bűnterheli és kezéhez vértapad, azt magába szívja a tó csolnakostól, mindenestől, még ha vadonatúj is a csolnak, és ha az ember jobban úszik a vidránál is. 8. fejezet. Másodszor mezőzák és tóhát között tűnt föl újra az a bizonyos magos, csontos, zengőbeszédű, titoktudó ember, akit Mohai Cservágó Péter említett először a maga egyforintos írásában, és akiről 51 néhány esztendővel későbben a Múcsi plébános tett említést, amikor Légen vesztét és a szabó gyerekek csodálatos megmenekülését jelentette beszámolójában püspökének. A legkülönösebb az egészben az, hogy míg a Cservágó Péter írása és a Múcsi plébános jelentése között mindössze 51 néhány esztendő telt el, a Légeni csoda és a mezőcái kígyó eső közé 138 évre nyúló idő ékelődik. Azt még el lehet képzelni valamiképpen, hogy akinek őszülni kezdett már a haja 1659 őszén, 1711-ben, ha öregesen is, de még mozdulni bír. Emberi ésszel nehéz azonban felfogni, hogy ugyanaz a vén ember még 1849-ben is bírja magát. Az összegyűjtött adatokból kitűnik, hogy a hagyatékat őrző titoktudók mellett többnyire volt ott egy fiatalabb ember is, néha éppen gyermekkorban lévő, akit mint valami olyan tanítványszerű inas gyereket vett maga mellé idősebb korában a csodatévő, alig hanem abból a célból, hogy holta után tovább őrizze az ősi hagyatékot, és tettekben is gyakorolja azt, amit az együtt töltött esztendő során tanult. Valószínű tehát, hogy a Légeni tűzfa mellett áldogáló, szélesvállú, zömök magyar vett át a tudás örökségét a gyöngörő vénembertől, és amikor sora jött annak, hogy ő is vegyen maga mellé egy arra alkalmas tanítványt, szép szállegényre esett a választása. És így történt azután, hogy a tóhát és mezőcáhi magyarok egy magos, szikár, fehérhajú vénember találtak ott 1849 nyarán a szunyogvári kis dombon, ahová a szélesváru zömöklegényke vezette el őket a mocsarakon keresztül. Akkoriban ugyanis még posványos vízű nádas mocsár volt az a széles nagy térség, amely mint egy óriási lapos háromszög ékelődik tóhát, mezőzák és a cikudi völgy közé. Tiszta magyar falu volt még akkoriban, mezőzák is, tóhát is, két templomos, jómódú magyar falvak. Cikud volt csak olá. Magyar uraktól elkobzott császári birtokra telepített havasi mokányok éltek ott, vadak, mint a nádi csikasz. Még a viseletük is más volt, mint a többi beszivárgott olá cselédnek. Újak voltak a vidéken, és nem barátkoztak senkivel. A történetet, amit elmondok, dédapám szájából hallottam volt először, 6 esztendős koromban. Dédanyám is ott volt a nagy nappali szobában, az ablak mellett ült,
gyapjú kesztyűt kötött, és olykor megtoldotta dédapám szavát ezzel meg azzal apróbb részletekkel. Ahogy megtudtam később, valójában az ő története volt, mert ő élte át a kígyó esőt. Dédapámat, aki bemseregében harcolt, már vitték Kufsteinvára felé, akkor, ahol 17 esztendőt töltött a császár kenyerén, várpincébe zárva. Elég az hozzá, hogy 1849 késő nyara volt. Augusztus vége. A szabadság hadzászlaját porba és sárba taposta a moszkva túlerő, s bújdosó magyarokkal teltek meg az erdők nádasok mocsarak. Hír járta, hogy a Maros mentét kozákok dúlják, és a gyalui havasok olájai magyar falvakat és városok népét ölik, Kalotaszegtől Zalatnáig. Egy nap aztán lovaslegény érkezett Tóhátra. Ludasról jött, és csak a csontos kúria udvarán szökött le lováról. Veszedelem hírét hozta. Két kozák század szállta meg Ludast. Az egyik erre veszi majd az irányt, másik Gyéresnek. De lassan mozdulnak, az a parancsuk, hogy adjanak időt az oláoknak. Még fel se száradt az izzadság a hírhozó lován, amikor csontos uram Zsellérje, ki a Cikudító bűtőjében lakozott, hozta a hírt, hogy valami készül Cikudon. Kaszát egyenesítenek az oláok, baltát éleznek, és a pópa beszél hozzájuk a piasztéren. Csontos uram szót küldött nyomban Mezőzákra az Ugron kúriába, és Ugron István legény fia Dénes szaladt fel a hírrel dédanyámhoz a dombra. Dédanyám elővette a szekrényből mindkét vadászpuskát, a golyósat is, meg a serétest is, meg is töltötte mind a kettőt, és oda támasztotta az ajtófájának. Jöjjenek csak, itthon leszek, felelte kurtán, és nem fogadt el az Ugronék meghívását, hogy költözzék le hozzájuk, még elmúlik a veszedelem. Még akkor sem mozdult ki a zsindelyes udvarházból, amikor újra szót küldtek fel az Ugronok, hogy szedje össze minden értékes olmiát, és csatlakozzék hozzájuk még napnyugta előtt, lent a nagy mocsár alatt. A Szunyogvárban gyűlnek össze a magyarok, így szólt az üzenet, mert csak ott lesznek képesek fölvenni a harcot a cikudiakkal. Szunyogvár dombja a nagy nádas mocsár kellős közepében volt. Valamikor valóban erődítés is volt a kis kerekdombon, tölgyfából való, amit a torockaiak építettek oda, még az 1500-as években búvóhelyül, kószáló török tatár és osztrák martalócok ellen. Egy télen azonban tüzet vetett valaki a kiszáradt nádasra, és oda égett a vár is a benne lévőkkel együtt. Azóta csak egy fűszfákkal benőtt alacsony domb volt ez a Szunyogvár a nagymocsár közepén, súlyos időben búvóhely az üldözötteknek. Ide gyűltek át egybe a magyarok Tóhátról is, Mezőzákról és Bacsostól, mindenestől, még naplemente előtt. Keskeny, kanyargos ösvény vezetett oda a lápon át, s aki elvétette a lépést, azt aláhúzta a hínár meg az iszap a feneketlen mélységbe. A nagy mocsár alsó csücskében egy szalmakalapos tömzsilegényke várt az egybegyűlőkre, és amikor már mindenki ott volt, úgy látszott, hogy nem jön senki más, és a nap is alácsúszott már a cikudi gerinc mögé, végignézett a szalmakalapos legény ember az ott lévőkön. Nocsak mondta, én egyszerűen elindulok elől, és maguk csak egyenként jöjjenek mögöttem, de vigyázzanak ám, hogy mindenki az előtte járó nyomába lépjen, és nem erre vagy amarra. Ha valaki mégiscsak rossz helyre lépne, egyszerre kapja el két oldalról az előtte menő, meg a mögötte járó, és rántsa ki a sárból, mielőtt bajjá növekszik a dolog. Ezért aztán fontos az is, hogy
kartávolságra maradjanak egymástól, s a láncot meg ne szakítsa senki. Én meg majd elől lassúra fogom a lépést. Azzal elindult a nádasba, s mögötte, mint egy hosszú, sötét kígyó, emberek, asszonyok, gyerekek elnyúló sora, némán pisszenés nélkül, valami 401 valahányan. Ahol az ösvény felszaladt a lapos tetejük is dombra, dőlt fa tönkön ülve, várt reájuk a titoktudó ember. Magas, csontos, őszhajú magyar, kinek még suttogva is zengett a hangja, mint az orgonaszó. Volt, aki ismertem már, de volt sok, aki ott látta először. Telepedjenek le a fák alatt, adta ki a vén ember dörmögve a parancsot. Tüzet ne tegyen senki, mécset se gyújtson. Hangos beszéd se legyen. A síró gyermeket ringassák ölben az asszonyok. Majd a szalmagalapos legénykére szólt rá. Ferkó fiam, kapaszkodj fel a látófára, kötözd oda magad, hogy le ne fittyenj, mert ott töltöd ám az éjszakát magadban. Fekete éjszaka lesz, újhold éjszakája. Ki gonoszra készül odakint, fákja nélkül nem leli meg az utat. Ha a fényt látsz mozogni valahol, szólj alá. Percek alatt leszállt az éjszaka, és fekete volt akár a sírgödör. Kuporogtak a népek a fűzfák alatt, volt olyan is, ki elheveredett és aludni próbált, de a szúnyogok a fülibe muzsikáltak, és nem hagyták nyugodni. Nagy volt a nádas csöndje, de nevérek ciccentek a fák fölött. Nádi egér matatott a ciherben. Magosan fönn az éjszaka sötétjében vakvarjú szólt néha. Néma volt a világ körös körül. Sötétség ülte a dombokat, semmi sem mozdult odakint. A nép összebújt a szúnyogos sötétség alatt családonként. Volt, aki horkolt, volt, aki csak nehéz lélegzettel szívta a levegőt, és volt, aki gondterhelten virrasztotta az éjszakát. Gyermek nyöszörgött olykor, néha felsírt egy-egy csecsszopó. Lassan, nyúlósan telt az éjszaka. Ferkó legény odakötözte magát a fa törzséhez a fűzfa tetején, és onnan vigyázta a dombok csöndjét. Valamivel pirkadás előtt alig, hogy a csillagok ritkulni kezdtek kissé odafönt, s kelet felé megsápadt az ég alja is, különös szél indult. Szakadozott szél, langyos, puha. Iramodott egyet, belekapott a nádasba, és tova tűnt megint. Itt suhogott, majd ott suhogott, jött, elment. Különös szél volt. De tél felől jött mindig, és az eső szagát hozta. Kik ismerték az időjárását, tudták, hogy eső lesz. Nem csak rendes, nyárvégi eső, de zivataros eső. Gonosz eső. Vén Gergőbe, aki csősz volt az ugronok szőlejében, oda is szammogott, mihelyes látni lehetett a dombocska közepibe, ahol a tudó ember ült, hátát a fának támasztva, melynek tetejéből Ferkó legény őrizte a világot, és meg is mondta neki, egyszer rosszabb fordul az idő hamarosan. Mi lesz a sok néppel, ha itt rekedünk? A szikár csontos, őszhajú ember ránézett Gergőre, egyenest a szemibe, és csak ennyit mondott. Istentől jó az eső, Istentől való a vihar is. Kik Isten oldalán vannak, aggodalomra nem lehet okuk. Gergő bá megcsóválta a fejét, s visszacammagott a családjához. Tépett, veres felhőket terelt a szél odafent, mintha csak tisztára akarta volna söpörni az utat a kelő nap előtt. Itt-ott fel is ragyogott az ég kékje, olykor a felleg rongya között néhány percre, és a napsugarai vörösen hultak alá a hullámzó nádasra, aztán kialudt a fény megint, és csak a szél suhogott, meg a felhő darabok szaladtak.
Egyéb azonban nem történt. Telt az idő. Nappallá vénült a pirkadat. Az asszony nép kendőt terített a gyepre, itt is, amott is. Roskenyeret, szalonnát szeltek. Jöjjenek, na, faljanak valamit, mielőtt esni kezd, mondták. Az eső azonban még mindig nem jött. Meggyérültek a futó felők is, és az égkékje egyre nevekedett. Izzott a nap odafent, sugarai szúrtak, mint a tű. Árnyékba húzódtak a népek előle. Ültek szótlanul, s hallgatták a szelet, ahogy megborzolta időnként a nádast, s megzúgatta a füzeket. Ha nyár derekán lennénk, azt mondanám, hogy vihar készül, mondta Gergőbe a csősz. De hányja már sejmét a török búza, és amióta eszemet tudom, nem járt erre vihar ilyen későn. A nap már félúton volt az ég teteje felé, amikor Ferkó odafönt elrikkantotta magát. Adjünnek a beste cikudiak nicsak! Egyik részük tóhátnak tart a nagy legelő mentén, a másik meg a domb hátán át záknak, sokan vannak ám mindkét oldalon. Szavától megfagyott a csönd a füllet mocsár fölött. Az emberek egymásra néztek. Ezen tüzet vetnek a falura gazok, mordult valaki. Semmink nem marad, csak a csóré életünk, tette hozzá egy másik. Áldjátok az Istent, ha életben maradunk, sóhajtott egy asszony. Aztán egyszerre csak végig zengett a mocsár felett a titoktudó ember mély hangja. Imádkozzatok, valamennyien. Meghajoltak a fejek. Mi volt a csönd, akár a feneketlen kút. Aztán egyszerre csak mély dördülés rázta fel a csöndet, és tóhát felől haragos fekete felleg emelkedett az ég aljában. Gyorsan emelkedett, s éhesen nyelt el az ég vakító kékét. Egyik dörgést a másik követte. A levegő megforrósodott, szélroham kapott a füzekbe, ágak recsegtek, földig hajolt a nád, s megriadt madarak keltek szárnyra a mocsárból, kócsagok, gémek, szélkiáltók, vadkacsák, bibicek. Mint könnyű tollabdát, úgy dobálta őket a szél. Percek alatt elsötétedett minden, morajlott az ég körös körül. Apó, apó, oda nézzen! Rikkantott el magát Ferkó, odafönt a hajladozó fűszván. Az Úristen tölcsére, az Úr tölcsére járja a mocsarat. Az emberek meresztették a szemüket odalent, de nem láttak semmit, csak zúgó, recsegő, hajladozó fűszvákat. Gyere le onnan tüstént! Szólt fel hozzá az öreg, ne töltsd az idődet csomóval, vágd el a kötelet! Aztán a megrettent emberekhez fordult. Gyűjtsétek ponyva alá az apróságot meg az asszony népet szaporán, húzódjatok a nagy fák tövűbe szorosan, és dicsérjétek hálaadással az Urat, aki mindnyájatoknak gondját viseli. Perc se telt bele, alig huppant le Ferkó a nagy fáról, s a vihar rászakadt a világra, mintha el akarta volna nyelni. A többit aztán már nem csak a dédapáméktól hallottam kisgyerekkoromban, de esztendőkkel későbben a mezőzáhi ugronok és a tóháti csontosok leszármazottaitól is. A cikudi oláhak alig voltak már kőhajításnyira a záhi szérűs kertektől, dédanyám már látta is őket a tornácról, ahol két töltött puskával várt rájuk, meg a tóháti istállóktól, amikor egyszerre csak iszonyatos vihar támadt. Roppant forgószerek tölcsérei jelentek meg a nagy mocsár fölött, majd onnan két felé szakadva szörnyű sebességgel forogtak tova, egyik részük délnek, a tóháti rét mentében, a másik részük föl a záh melletti dombra, amikor elérték a rablásra készülődő cikudiakat, itt is meg amott is. A víztölcsérek fölemelkedtek, elpattantak a rohanó fekete fellegek alatt,
és olyan esőt zúdítottak a megriadt oláokra, amilyen még nem látott a világ. Kígyók, békák, vérszopó piócák szakadtak alá az emberek nyakába, beléjük akaszkodtak, marták őket, ahol érték, a cikudiak meg elordították magukat. Vágyeminye, és szaladtak hazafelé, hogy tudtak, Isten verésével a fejükön. Se mezőzának, se tóhátnak nem jutott egyéb, csupán egy jóra való záporeső. És ami a legcsodálatosabb, Szúnyogvár szigetét nem csak a forgószelek, de még a záporeső is elkerülte. 9. fejezet. Kunpatakát úgy elrejtette szem elől az Úristen valami jó 800 esztendővel ezelőtt, hogy se török, se tatár, még csak az osztrák császár zsoldos hadai se találtok rá. Így aztán minden gonosz csapástól megmenekedett hosszú évszázadokon keresztül. Mivel azonban nagy hegyek gödrében volt a falu, kevés szántani való földdel, meredek legelő oldalakkal, meg sziklás, bozótos erdőktől körülvéve, terjeszkedésre nem volt lehetőség. Így aztán, akinek két fia volt, abból egyik világgá kellett menjen, szerencsét próbálni. Idő teltével még Amerikába is jutott volt belőlük. Most azonban nem erről esik szó, hanem arról, hogy még más falvakba rendre béköltöztek vándorló oláok is, kik a császári hivatalt viselők támogatásával egyre több és több helyet szorítottak maguknak a magyarok kárára, addig Kunpatakába csak egyetlen olá család vetődött el, az is ott lelt maradást fent az erdők aján, ahol a juhok legelője volt. Békében élt a magyarok mellett, nyár idején pásztorkodott nekik, ősz érkeztével fát döntött, s napszámba járt, amikor szükség volt rá. Na de mit hoz az idő? Az első nagy háború után egyszerre csak idegen országban lelték magukat a kunpatakaiak. Úgy tudták ezt meg, hogy az 1919-es esztendőnek legelején, úgy két héttel karácsony után csikorgó hidegben egy szakaszra való idegen katona jött cammogva fölfelé a hóban, a marosvölgyi országot irányából, és amikor odaértek, kiderült, hogy oláok voltak a hegyeken túlról. Összecsődítették a falu népét a templom előtti térségre, és egy tisztformájú beszélni kezdett hozzájuk. Azonban hiába beszélt, nem értette senki, kivéve azt a Mitru nevezetű oláembert, aki a birka legelő mentén lakott. Ez aztán odaordított valamit hátulról, mire a tisztformájú abba hagyta a beszédet, és odaintette magához ezt a Mitrut. Váltottak néhány szót a maguk nyelvén, majd Mitru az összecsődített emberek felé fordult, akik rossz kedvűen topogtak ott a hóban. Azt mondja a főhadnagy úr, hogy mostantól kezdve itt nagy Románia van, szólt hozzájuk nagy hangon. Én leszek itt mától kezdve a bíró, és ti csináltok, amit én mondok. Az emberek összenéztek, csóválni kezdték a fejüket, s volt olyan is, aki megfordult a sarkán, s indult haza. Az oláhok főhadnagya nagyot ordított erre, amit Mitru így fordított át magyarra, míg ő beszél, tik maradtok. Akkor mondd meg ők elmének, hogy igyekezzék a szóval, felelt vissza valaki a tömegből, mert hideg van ám. Mitru hűségesen átfordította a kívánságot a maga nyelvére, és az oláhok tisztje bólintott rá. A többi aztán megvolt percek alatt. A katonák számára lefoglalták az iskolát, és csirkét, malacot, libát, frissen sült kenyeret követeltek maguknak. Mitru pedig parancsot kapott, hogy költözzék be nyomban a községházába, s ügyelje a törvényt.
Csirkét, libát, malacot nem kellett, hogy az iskolához vigyék a magyarok, se frissen sült kenyeret. Jöttek maguk a katonák érte házról házra, s vittek mindent, ami megtetszett nekik. Három napig dőzsöltek ott a falu nyakán, és mielőtt tovább mentek volna, újra összecsődítették a népet a templom elé, és a nagy haragos tiszt Mitruszáján keresztül ezt mondta nekik. Amint tudjátok, ezentúl itt Nagy Románia lesz. S Nagy Romániában az a rend, hogy minden falu közepén román templom kell legyen. Atatiszt úr nektek egy egész esztendőt, és amikor visszatér ide, román pópát hoz magával. Addigra kész legyen a templom. Ezzel elment katonáival együtt. Senki se vette komolyan, amit mondott, hiszen Mitru meg a családja mit is kezdenének egy templommal. Ha papot hoznak ide neki, elimádkozhatnak együtt a községházában is. Tehát az idő. Mitru mellé fölküldtek az új urak valami írnokfélét is, majd egy csendőr őrmestert hadcsendőr katonával. Azok számára is házat kellett üríteni a községháza mellett, és ebből az okból ifjabb trombitás Péternek át kellett költöznie a templomtére nyíló nagykapus házból a pajta megetti hátsó házba, ahol az öregek éltek. Az emberek pedig tűnődni kezdtek, hogy meddig is maradnak ezek az idegenek a falu nyakán, és mikor térnek már vissza oda, honnan jöttek. Erre azonban nem került sor. Egy esztendő és négy hónap teltével egyszerre csak megmozdult a falu alatt a dőlő út, s jött fölfelé négy szekére való ember. Egyenruhások, hivatalos személyek, s közöttük egy fekete gúnyás, nagy szakálló pópa. Az egyenruhások egyike az a tiszt volt, aki annak idején meghirdette volt Nagy Romániát. A falu piacára gyűjtötték össze újra a népet, amelynek egyik végében a magyar templom állott, a másik végében pedig a községháza meg a csendőrség. Bíró, hol van a román templom? Kérdezte a tiszt az erős hihető Mitrut. Az megmondta a vállát, nincs. Mi az, hogy nincs? Üvöltött az oláok tisztje. Megmondtam, hogy legyen. Ez itt micsoda? Bökött ujjával a magyarok temploma felé. A magyar templom, felelte Mitru. Magyarországon magyar templom volt, Romániában román templom lesz, haragoskodott a tiszt. Építsenek maguknak a magyarok máshol templomot, ha templom kell nekik. Aztán összedugták a fejüket a pópa meg az olá uraságok, és végül is azt mondták Mitrunak, adunk a magyaroknak egy egész hónapot a költözködésre, hadd lássák, hogy jó emberek vagyunk. Mához egy hónapra újra itt leszünk, és átvesszük akkor a templomot, meg a papnak járó házat hivatalosan. Ez elég idő ahhoz, hogy építhessenek maguknak valamit. Ezzel aztán elmentek nagymorogva. A magára maradt nép odahúzódott a templom elé. Mit csinálunk, tiszteletes úr? Kérdezték a papjukat. Panaszra megyek a püspök úrhoz, meg a főgondnok úrhoz, felelte a fiatal lelkész bizakodóan. Ne féljenek, azok majd eligazítják ezt hivatalos úton. Útra is kelt másnap, legyalogolt a Maros völgyébe, ott vonatra jut, beutazott Kolozsvárra panaszt tenni. Három nap után visszatért, és azt mondta az embereknek, hogy a püspöki iroda Bukarestbe küldte a panaszt, egyenest az olá király elé. Ne féljenek semmit, biztatta a népét, a törvény még olá országban is. Lehetséges, hogy igaza volt ebben a fiatal papnak, azonban úgy tűnt, hogy Bukarestben másképpen olvasták a törvényt, mint Kolozsvárot. Mert valami három héten keresztül nem jött semmi hír Kolozsvárról, és a negyedik hét derekán mindössze egy rövid hivatalos írás, ami olá nyelven szólt,
és az volt benne, hogy a magyarok kérelmét elutasította a bukaresti kormány, és pénteken reggelre üres legyen a templom is, meg a paplak is, mert jön a bizottság az átvételre. Vasárnap pedig nagy ünnepség lesz az új román templomban, és gondoskodjon a bíró 3 napi szállásról, péntektől hétfő reggelig, 12 hivatalos személy, 3 pópa és egy szakasz katona számára, akik majd vigyáznak arra, hogy zavar ne legyen az ünnepség során. A hivatalos írást Gelencsér Dani legényfia hozta fel a heti postával lentről csütörtökön kora délután. Mitrohoz a bíróhoz címezték volt, az írnoknak el kellett olvasnia, hogy utána aztán mentek vele a paphoz, és útközben felszedték a presbitérium tagjait is, hogy ott legyenek, és saját fülükkel hallják a törvény szavát. A papház erő gyülekeztek össze azon a szép, szelíd csütörtök délutánon. Az írnok felolvasta az írást a maga nyelvén, Mitro pedig elmagyarázta a tartalmát magyarul. Ma pedig csütörtök van, tette hozzá a végén, holnap délelőtt pedig itt lesz a bizottság a templom átvételére. Maguk tehát igyekezzenek a költözködéssel, hogy baj ne legyen. Azzal intett az írnoknak, és visszatért vele a községházára. Az írás pedig ott hagyta a pap kezében. Álltak a magyarok egymást bámulva a papház előtt. Mi lesz most? Kérdezte az egyik öreg presbiter. Katonák ellenében nem sokat tehetünk, mondta valaki. Aztán egyenként elszélett mindenki a maga gondjával. A fiatal pap pedig ott állt egy helyben, és nézte maga előtt a földet. Tiszteletes úr! Szólalt meg mögött egy rekettes hang. A földet hiába nézzük, abból nem nő ki a segítség. A falu egyik vénembere állt ott, horgas botjára támaszkodva, szemrehúzott likas szalmakalappal. Tiszteletes úrnak tudnia kellene, honnan jöhet csupán a segítség. Fiatal pap tehetetlenül rázta meg a fejét. A püspök úrhoz hasztalan fordultam, felelte esetten. Főgondnok urunknak pedig meggyűlt a baja a románokkal. És az Úristennel mi történt? Szakította félbe rosszallással a vénember. A kérdés úgy ütötte melbe a lelkést, hogy szinte megtántorodott belé. Elvörösödött tőle az ábrázata. Hasen, imádkozom. Hogy hogyha éjjel-nappal imádkozom. Ideje lenne szót váltani a táltos emberrel odafönt, fogta suttogása az öreg a szót. A megdöbbenéstől kimerett a fiatal pap szeme, és úgy bámult fel a hegyre, mint aki kísértetet lát. A vén csudatevőtől kérjek segítséget. Én az Isten szolgája? A magyarok urát szolgálja őkelme is, puhította papját az öreg. Hosszú ideje már, én úgy tudom. Fölkereshetné őt a tiszteletes ura község nevében. Kárunkra nem lenne. De hol lelem meg? Motyogta esetten az Isten megriadt szolgája. Annyi sok a búvóhely ezekben a hegyekben. Azzal maga cseppet se törődjék, vigasztalta az öreg. Nagyapámtól hallám, hogy aki tiszta szívvel és igaz szándékkal keresi, az megleli hamar. Akárcsak annak idején, jó 70 éve annak nagyapám korában, amikor az osztrák császár pribékjei honvédeket fogtak a Marosvize mentén, és lám 2 nap se telt bele, úgy megduzzasztá Isten a patakok vizét, hogy megáradtám tőle a Maros, és odavesztek mindegy szárig a császár katonái, de honvédlegénynek egynek se lett baja. Hiszen hallott már erről a tiszteletes úr is. Ha én volnék maga, szép csendesen nekiindulnék a hegynek, és a többit rábíznám az Úristenre.
Hanyatlott már a nap azon a csütörtök délutánon, amikor néhányan, akik a kertek fölött dolgozták a földet, meglátták a papjukat fölfelé bondukolni a szilvás mezsgyén. Nem is állt meg, amíg föl nem ért az erdőig. Ott aztán megfordult, s visszanézett a falura. Egyszerűen búcsúzik a papunk, szólt oda Cserepes Máté a feleségének, ahogy a szemközti oldalba a kertjüket ásták a fuszóik alá. Ezt se látjuk többé. Mire befejezte a szót, már el is tűnt a pap odafönt az erdőfái közt. Amit azonban senki se látott, amiről maga a pap is csak hosszú idő múltával mert említést tenni, attól való féltében, hogy hazugnak vagy bolondnak mondják paptársai. Az így történt. Alig haladt néhány lépést fölfele a bükkösben, amikor egyszerre csak elébe lépett valahonnan egy fekete kalapos, harisnyás legényke. Engem kövessen csak a tiszteletes úr, és egyébben ne törődjék, mondotta, és már indult is előre, be a sűrűségbe. Bozóton keresztül sziklák tövében vezette a papot a gyerek, jó hosszú időn át, anélkül, hogy egyetlen szót is szólt volna. Kezdett a nap lenyugodni odafönt a gerincen, és a fák között megsűrűsödött az árnyék. Egyszer aztán csak megállt a legényke egy málna bozót kellős közepében, és fölmutatott egy sötét szikla üregre a bozót tetején. Maga csak üljön le odafönt a gödör szájában, és egyébben ne törődjék. Találott egy jókora fatönköt. Jól esik az ülés azon. Alig fogyott ki szájából a szó, és már ott se volt. A pap felkapaszkodott a szikla üreghez, meglelte a fatönköt, s le is ült az egyik végére. Jól esett az ülés, mert bizony megfáradt erősen a hegyjárásban. A nap már a sziklagerinc mögül söpörte aranysöprőjével a fák koronáját, és azt is csak kicsi ideig. Az érkező este lenyelte a fényt, és elhomályosodott gyorsan az erdő. Ült a papa fatönkön, és már azon tűnődött, hogy mi lesz, ha ott kell töltse az éjszakát egymagában, medvék és egyéb vadállatok szomszédságában, amikor egyszerre csak ágreccsen mögötte. Ahogy odafordította a fejét nagysebesen, egy emberi alakot látott kilépni a félhomályból. Széles karimájú fekete kalapot viselt a fején. Arcát hosszú, fehér szakál borította, gúnyájától szénégető ember is lehetett volna. Oda jött, és leült a fatönk másik végére. Hát elgyűjtél, ugye? Szólalt meg, s a hangja olyan mély volt, mintha a pince mélyéből hangzott volna. Jól tetted bizony. Ideje, hogy rábízzuk az urra, amit az ember már nem képes végezni. Hetek óta imádkozom, sóhajtott a fiatal pap, mint hiába. Hiába? Mordult fel a különös vénember rosszallólag. Honnan tudod azt, hogy hiába? A pap tehetetlen mozdulattal emelte meg a két kezét. Nem tehetünk semmit, motyogta esetten. Elveszik a templomunkat. Még nem vették el? Figyelmeztette az öreg. Holnap esik sora, sóhajtott a pap, azt mondták a rományok. És te papnak nevezed magad? Dörent rá a nagykalapos. Isten szolgájának? Azt mondták a rományok, utánozta a pap szavait. Az úr törvényét megkérdezted-i? Melyik törvényt hiszed, az Úristenét, vagy a rományokét? Az Úristenét hirdetem a népnek, dadogta a pap, akár a megszeppen gyerek, de a rományokét fegyver támasztja alá. Szerencsétlen megtévedt ember, fiate, mordult rá haragosan a különös vénember,
ki Isten papjának nevezed magad, de annyit se tudsz Istenről, mint egy csipogó madárfióka? Hiszel-e az Úrban, vagy csak szajkózod a nevét? Hát, hogy ne hinnék, rándult meg a papban az önérzet, az Úr szolgája vagyok. Hiszed-e, hogy az Úr mindenütt jelen való, mindenek fölött uralkodó, akinek minden lehetséges? Hiszem hát. És hiszed-e? Dördült a vén ember szava a hegyek és az erdők csöndjében, mint a távoli mennydörgés. Hiszed-e, hogy az Úr szereti és védelmezi azokat, akik ő benne bíznak? Hogy az Úr megvédelmezi az igazat a gonoszok fegyvereitől, és megőrzi az ő népét, és az ő népének templomait minden időben és minden ellenséggel szemben? Hiszed-e mindezt? Akarom hinni. Hebegte a fiatal pap, és kicsordult a könnye. Úgy akarom hinni. Hát akkor hidd, és ne csak akart hinni. Szelidült le a hang. Papnak mondod magad, tudnod kell hát az igaz valóságot, hogy az Úr az egyetlen hatalom és az egyetlen erő, s akik ő benne bíznak, erős szívvel és erős lélekkel, azokat nem hagyja cserben az Úr soha. Ha csak annyi hited van, mint a mustármag, folytatta lassan minden szót megnyomva, hegyeket mozdítasz vele. Eredj vissza, onnan jöttél, és ne csak szavaiddal, de lelkeddel, szíveddel, és minden erőddel hidd és tudd az igazat. És nem a te gondod többé, hogy miképpen segít meg benneteket az Úr. Neked csak annyit kell tudnod, hogy megsegít. Napkelte után gyűjts össze a népet a templomatok elé, és imádkozz velük. Nem könyörögve, mint a koldusok teszik, kik alamizsnát kérnek, hanem mint aki tudja, hogy járandósága van az Úrtól, és az Úr nem hagy el, mindegy, hogy mi történik körülötted. Hálával és bizalommal imádkozz, mint akit már megváltott az Úr, és légy szemtanúja a bölcsszeretetének. Zúgtak szavai az éjszaka csöndjében, és a pap lehajtott fejjel itta magába a szavak értelmét. Lám, emelkedik a hold, mondotta végül is a csodálatos vénember. A gyerek elvezet a szálas aljáig, onnan megleled az utat magad is. Eredj, vidd magaddal a mustármag erejét, és ismerd meg végre az Urat. A hold valóban emelkedni kezdett a sziklák mögül. A sötétből zajtalanul lépett elő a harisnyás legényke, és megérintette a pap karját. Jöjjön! Lábra kelt, és félszegen fordult a fatöng másik vége felé, ahol a különös öreget tudta. Köszönöm, fizesse meg az Úristen! De elakadt benne a szó. A hold sápadt fénye megvilágította a barlang száját, de a fatöng másik végén nem ült senki. Döbbenve nézett körül, mint aki álomból ébred. A különös vénember nem volt sehol. Hátulról valaki megérintette a karját. A gyerek volt. Gyűjjön már! Igyekeznünk kell. Igaza is volt ebben, mert alig értek alá a bükkösig, valahol a sziklák meget morajlani kezdett az ég. Szél zúgatta meg a fenyőket odafönt, haragos szél. Fekete fellegeket hajtott maga előtt, és mire kiértek a legelő szélire, már elsötétült mögöttük a hold. Mennydörgés rázta a hegyet, és villámok fénye hasogatta a sötétséget. Gyere le velem, meghálatsz éjszakára, javasolta a pap. A vihar készül. Maga csak igyekezzék födél alá, felelte a gyerek. Nekem az Úristen gondomat viseli.
azzal már ott se volt. Fent a bükkösön hallani lehetett már a közeledő záport. Ázottan érkezett haza aznap éjjel a pap. Zápor verte a falut, zápor verte a hegyeket egész éjszaka. Napkeltével azonban kitisztult az ég. Reggel ilélült még a pap, amikor lélekszakadva rondott be hozzá a harangozó. Tiszteletes úr, gyűnnek az olályok. A legelő tetejéből kiabálják a csordapásztorok, hogy jönnek fölfelé a völgyön. Sokan vannak. Mit tegyünk, tiszteletes úr? Verjük félre a harangot? Dicsérjük az urat, felelte a fiatal pap, akkor a méltósággal, hogy a harangozónak torkában akadt a szó. Gyűjtse csak össze a népet a templom elé, mindenki legyen ott. Az úr a mi védelmünk. Na menjen már, na! Fél óra se telt bele, és a falu népe együtt volt a templom előtt. Ragyogva tűzött alá a tavaszi nap a frissen mosott világra. A pap magára öltötte a palástot, és kilépett a templom ajtajába. Énekeljünk, emberek, mondta tiszta, messze csengő hangon. Az Úr minékünk, őriző pásztorunk. Fölzengett a nép ajkán az ősi zsoltár. Elébb csak halkan, szinte félve, majd egyre erősebben, míg végül betöltötte az egész völgykatlant. Szemközt a templommal az oláhok őrmestere kiállt csendőrével az őrs elé. Mitru a bíró meg az írnoka előbújtak a községházáról, odaálltak a csendőrök mellé, és onnan nézték nevetve gúnyolódva a magyarok igyekezetét. Aztán egyszerre csak abban a szent pillanatban, amikor a zsoltár utolsó verse is elhangzott, morajlás támadt a beálló csöndben, különös, félelmetes morajlás. A völgy felől jött, egyre erősödött, és egyszerre csak elkiáltotta magát valaki. Oda nézzetek! A fejek a völgy felé fordultak, és bár jó kilométernyi távolságra volt, látni lehetett tisztán, hogy a gerinc fái mindkét oldalon megindultak lefelé, mintha csak csúsztató lettek volna. Sziklák mozdultak, és szörnyűséges zúgással alaomlott két oldalt a hegy, és betemette a völgyet. A pap ott állt a templom előtt, összetette a kezeit, és fölnézett a csillogó kék égre. Imádkozzunk! Így történt azon az emlékezetes napon. A Kunpatakhoz vezető szűk völgyet hegycsúszamlás temette be. Valami 30 ember veszett oda. Egy félszakasznyi csendőr katona Hévízről, két olápap, az új főszolgabíró, és még néhány hivatalos személy. Tudós szakértők szerint a sok hólé az esős tavasz készítette elő a hegycsúszamlást, és az éjszakai felhőszakadás mindössze csak elindította. Mély vízi tóván nőtt a patakvíze a falu alatt, míg új medret vájt magának a maroshoz, és két esztendőbe került, míg szekérnek való út épületet újra az új patakmeder mentén. De addigra már Mitru is elköldözött onnan a családjával, és nem jött helyébe más olá. Így aztán nem volt már szükség olá templomra sem.